következő kísérletünknek a címe az éghetetlen zsebkendő. Ebben a csiszoldugós üvegben etil alkoholnak és víznek az egy-egy arányú elegye van. Ugye látszik azt, hogy az etil alkohol kettős oldékonyságú vegyület, tehát a vízzel is korlátlan töménységű oldatot képezhetünk. Ebből az oldatból kb. 10 cm-t öntünk ebbe az üvegkámba, majd egy közönséges papír zsebkendőt áztatunk ebbe az illető oldatba. Olyan módon igyekszünk ezt végrehajtani, hogy mindenhol átjárja. Majd utána az ilyen módon előkészített zsebkendőt beletartjuk a borszeszélyzőnek a lángjába. Természetesen egy csipesszel fogjuk meg. És akkor látszik is, hogy nagy lánggal ég az alkohol, de a papír zsebkendő is éghető anyag, és ő mégsem lobban lángra. Vajon mi lehet ennek a jelenségnek a magyarázata? Ahogy az alkohol elég, lehet látni azt, hogy papír zsebkendőnek a felszínéről vízpára, vízgőz száll felfelé, és ez volt az, ami megóvta a zsebkendő éghető anyagát az égéstől, ugyanis a víznek a párolgása hőelvonó folyamat, így ez a párolgás óvta meg zsebkendő anyagát az égéstől. Itt a kis csücskénél lehet látni, egy picikét megpörpörődött, valószínűleg az oldatba ez nem merült bele tökéletesen. Innen kapta a kísérlet az éghetetlen zsebkendő címet.